Hova megyünk? Meglátogatjuk édesapádat. De én azt hittem, hogy te vagy az apukám. Nem, én az anyukád apukája vagyok, vagyis a nagyapád. Jól van, tudom. Csak olyan furcsa, hogy miért a nagyapád nevel minket, ha egyszer van apukánk. Tudod, fiam, a te apukád nem akárki. Jaj, tudom, ő Mózes, a nagy jelek és család kíséretében hozta ki a népét Egyiptomból a szolgaság házát. Ejje, Gersón, elloptad a szövegemet. Tudod, mit beszéljünk inkább Sámsonról? Neki legalább nem született gyereke. Így nem is kellett volna senkit felnevelnie. És miért nem született gyereke Sámsonnak? Tudod, azért, mert Sámson názír volt. Mi az a názír? Ő is kivezette nagy jelek és csodák kíséretében Egyiptomból a szolgaságházat? Nem. Először is. Sámson körülbelül 300 évvel későbbi korban élt, mint mi. Wow! Akkor ez egy ilyen időutazásos történet? Bizonyos értelemben igen. Már Sámson anyja is názír volt. Úgy, mint ahogy Sarah Connor a Terminátorban John Connor anyjaként? Majdnem. Maga a sztori is eléggé meseszerű, vagy inkább olyan, mint egy szuperhős is fantazi. Kicsit uncsi, de azért folytass csak, nagyapi. Tudod, a názír egy olyan ember, aki önkéntes fogadalmat tesz azért, hogy Isten felé mutató jel legyen a többiek számára. Jel? Fogadalom? Önkéntes? És mit fogadtak meg ezek a názírok? Nem nyírták le a hajukat, nem ittak alkoholt és semmit, ami szőlőből készült, nem érinthettek halottat, és nem is szexelhettek. Ó, ez elég kemény. S hogy bírták? Többnyire sehogy. De azért jól hangzik, nem? És a legtöbb esetben nem egy egész életre szólt a fogadalom, hanem csak egy időre. Ja, akkor azért maradt meg ebből az egészből csak a torzomborz külső? Hát, nagyjából igen. De szerintem Keresztelő János például tényleg soha nem volt nővel. Azt miből gondolod? Egy szexuálisan kielégületlen és frusztrált emberen kívül ugyan kit zavart volna, hogy egy valódi hatalom nélküli piperkőc léha buli király a saját sógornőjét dugja. Ezért kár volt fejet vágatni. Ja, ez volt az, amikor a fickó kiskorú unokahúgást kírölte, és a kis csaj azt kérte cserébe, amit az anyja mondott. Te meg honnan tudsz ilyeneket? Mars a szobádba! Ma nincs vacsora! Nagyapa, meséld már el, hogy volt ezzel a Sámsonnal. Mert már itt mindenről volt szó, csak arról nem. Köszi, hogy szólsz. Na tehát, gázai övezet megvan? Nem szeretem a híradót, de mit tegyek, ha a játék közben is az arcomba tolják a híreket? Valami olyasmi ez, hogy kétféle népcsoport élet területen, akiknek amúgy semmi bajuk nem lenne egymással, csak a kötelező törzsi ellenségeskedés szító faszkalapok miatt mégis mindenki nyakig benne van. Hát ezt meg melyik elemzőtől idézted? De nagyapa! Szóval, az egyik terrorizálja a másikat, a másik meg ott szemétkedik az egyikkel, ahol csak tud, és fordítva. Persze mindenki áldozatnak tünteti fel magát, ha vele történik valami szarság. De ha ők tudnak borzalmas dolgokat művelni a másikkal, akkor az hősteknek számít. Persze, eközben a saját segít mindenki védeni igyekszik. Vagyis néha még a saját bagázsukat is elárulják az ellenségnek, csak nehogy felboruljon az egyensúly. Mintha érdekük lenne fenntartani a háborús állapotot. De csak úgy, hogy senki ne győzzön, vagyis senki se vethessen véget ennek az őrületnek. Pisti, folytatnád? Hogyne, Jetró, nagyon szívesen. Remélem, Gersom, te sem fogsz elaludni az első mondat után. Ha már amit hallani fogsz, az nem gyereknek való. Tudod mit? A mostani gyermekvédelemnek mondott állapotokhoz képest ez inkább egy védő intézkedés. Csomag! Szóval tényleg úgy volt, ahogy több más bibliai történet is kezdődött, hogy volt egy meddő nő, aki kapott egy isteni élet arról, hogy gyereke fog születni, aki nem akárki lesz. Sámson már tényleg anyja méhétől fogva názír volt. Persze csak a haját meg a piát illetően. És hogy nem, természetesen az ellenséges népből tetszett meg neki egy nő. Egy filiszteus lány. Hát szülei frászt kaptak, de végül belementek a frigybe. Elképzelem, milyen önfeled 7 napig tartó lakodalom lehetett, ha már közben a vendégek egy része, meg a vőlegény is azon törte a fejét, milyen vérengzés lehetne végrehajtani valamilyen ürüggyel. Meg is történt, méghozzá tömegmészárlás.
A nagy zűrzavarban, meg hogy a vőlegény időnek előtte kereket oldott, a mennyasszonyt a továbbiakban az egyik vőfély tekintette feleségének. Sámson azért számon tartotta a Frigyet, és egy idő múlva meglátogatta az asszonyt, ám az após nem engedte be hozzá. És még csak nem is elzavarta, hanem felkínálta neki a fiatalabbik és szebbik lányát, csak hogy a vőféllyel való házasságot ne kelljen megbolygatni. Sámson erre egy igazi tőről metszett szabotás akciót hajtott végre a filiszteusok között. Felgyújtotta a gabonájukat. A megtámadottak bosszúját sajátjaiktól szenvedték el a vétlenek, vagyis Sámson volt arája és annak apja. Megölték őket. Ezt már Sámson sajátjai is soknak tartották, ezért megpróbálták elfogni és átadni őt az ellenségnek. Ettől kezdve lett nyilvánvalóvá, hogy a szépen megnövesztett hajában van az ereje. Jó kis mágikus történet. Hiába támadtak rá akárhányan, hiába kapták el és kötözték meg az övéi, ha jött az ellenség, úgy elszakította a békjóit, mint a cérnát, és a kellett akár egy keze ügyébe kerülő, még ki sem száradt szamár állkapott csonttal vert agyon ezer embert. Ez így konkrétan Biblia. Én kérek elnézést. Bizonyára nem jegyeztek fel minden apró részletet, de azt a néhányat, amit mégis, az mind nővel kapcsolatos. Ez jó hír lehet némelyeknek, Sámson legalább nem volt buzivaz meg. Tény, hogyha meglátott egy nőt, legyen az hivatásos prosti, vagy csak egy egyszerű hétköznapi lány, vagy asszony, akkor ő az erős és hős férfi bement hozzá, és vele állt. A szép hosszú haja viszont megvolt még, ezért soha nem tudták őt elfogni, mivel ha rátámadtak a filiszteusok, akkor álmából fölverve is szétverte őket. Egy Delila nevű nő lett a veszte. Ő addig durzsolt a fülébe, míg el nem árult a titkát. Figyelj jól, vagyis hivatalos verzió szerint Gershon most fog be a füled. Nő, durzsolás, lábról levevés, ölében alvás, ez lesz a veszte. Delila álmában lenyírta Sámson hajtfürtjeit, így az ellenségei simán elfoghatták, mert nem bírt ellenállni. Nem egy kicsi ajándékkal szúrták ki a szemét, hanem tényleg. Aztán elvitték, hogy igába fogják, mint egy barmot, és malmot hajtattak vele. Nagyapa, fogd be a fülemet, vagy a szememet, vagy mit tudom én. Szóltam? Fiacskám, ez nem Pisti hibája. Ugyanabban a Bibliában szerepel Sámson története is, amiben mi. De várj csak, ezzel még nincs vége. Pedig ha lehetne, talán innentől nem kéne hallanod, de tényleg. Jól van, nagyapa, majd megyek az ombudsmanhoz, vagy valami jogvédő szervezethez. A gyermekvédelem az miért is nem biztos, hogy a legjobb választás? Mit is mondtál erről? Kuss, majd erről később beszélünk. Most hallgassuk meg a történet végét. Köszönöm, Jetro. Eddig lehetne tehát egy akár tanulságos történet is arról, hogy az egymással perlekedő népek csak áldozatokat teremtenek újra és újra, és mindig nyitva hagyott sebek sohasem gyógyulnak. Csak hogy Sámson haja ismét kinőtt, miközben a malmot hajtotta, és bár nem látott, az ereje újra visszajött. Mágia a Bibliában? Nem, ez más, kus legyen, nincs kérdés. Úgy van, ahogy majd én mondom, és az a tanulság, amit én levonok belőle. Minden esetre te vágasd le azt a nagy loboncodat, vagy ha nem normális frizurát nyiratsz magadnak, akkor vedd tudomásul, hogy hülye vagy. Nem vagy te se Sámson, se Keresztelő János, Jézus meg aztán pláne nem. Vigyed az eszedbe. Egy szép frizura, az a normális, na szóval. Egyszer nagy ünnepet tartottak a filiszteusok, és a buli hevében felgerjedt bennük az elégtétel feletti öröm. Hogy a nagy hős ellenségüket végül mégis sikerült kivonniuk a forgalomból, és megalázni, megcsonkítani. Hozzátod csak ide azt a vakot? Ha-ha, hadd röhögjünk rajta! Parádézzon nekünk itt a haltestű istenünknek, a Dágonnak a templomában! Na most a filiszteusok városfejedelme is ott voltak abban az épületben, összesen mintegy 2000 ember. Sámson érezte, hogy visszatért az ereje, kitapogatta, majd kidöntötte a tartó oszlopokat.
Így vele együtt mind oda vesztek. 2000 ember. Jól hallottad, egy öngyilkos merénylet volt Sámson utolsó hős tette. Legközelebb Izsák és Rebeka, ők legalább nem magának választott feleséget. Addig is legyetek jók, ne bántsatok senki, de tényleg.